Köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban, itt a Fehérvári Beszélgetéseket. A mai nap témáját ismételten apropóját a koronavírus adja. Annyi információ van az interneten, annyi információt hallunk olyan ismerősöktől, akik hallották valakitől, akik valamilyen nagy-nagy bizottságban benne vannak, hogy mit kell tenni, mit kell csinálni, mi várható, mi lesz ennek a vége. És nem csoda, hogy az emberek tényleg félnek, nem csoda az, hogy hihetetlen módon meg vagyunk keveredve eme információk viharában. Ezért gondoltam, hogy ezeket orvosilag mindenképpen tisztába kell tenni itt a Fehérvár Televízióban. Ezért egy hozzáértőt, egy szakértőt hívtam meg vendégnek a mai beszélgetésekbe. Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Mosolygó Éva házi orvos. Szia, köszöntelek téged. Szia, Zoli. Ugye, ahogy mondtam, rengeteg információ van, te is hallottál már mindent, ugye betegek, amikor bemennek, gondolom már mondják, hogy mi az, amit kell csinálni, mit hallottak, mit mondott nekik ismerős, te is hallasz tényleg olyan dolgokat, amitől nyilván szakemberként fogod a fejed. Beszéljünk akkor erről a mai napon tényleg, hogy mik a legfontosabb információk ezzel. Kezdeném azzal, hogy tegyük rendben, mi az, hogy cseppfertőzéssel terjed, mert ezt olvassuk, de én megmondom őszintén, meg szerintem sokan, nem tudjuk, hogy mit jelent konkrétan az, hogy cseppfertőzés, hogy mit akar az, hogy cseppfertőzés. Igen, ez egy teljesen szokatlan helyzet, teljesen új vírus, és egy olyan járványhelyzet, amit Magyarországon sosem éltünk még át, és ezért nagyon fontos, amit mondasz, hogy tanuljunk, hogy odafigyeljünk, és tudatosan viselkedjünk. Ez a koronavírus egy nagyon rossz, az egészségünk szempontjából nagyon rossz természettel bíró vírus, bár vannak változatai is, amik a járvány különböző területein különböző esetszámot okoznak. Minden esetre mondhatunk néhány általánosságot, amiket viszont nagyon fontos mindenkinek tudni. És hiszem, hogy a tudás az, ami jót hozhat, hiszen többféle út előtt állunk, és rajtunk múlik, hogy milyen módon fog ez lezajlani a mi országunkban. Tehát ez egy olyan vírusfertőzés, ami az esetek 80%-ában enyhébb tünetekkel lezajlik, viszont az esetek 20%-ában körülbelül súlyosabb szövődményeket okoz. Ez több, mint egy normál influenzánál egyébként? Sokkal több. Létezik egy olyan arányszám, amit így közérthetően úgy tudok mondani, hogy egy fertőzési index, és ez az index szám, ami egy influenzavírus fertőzésben 1,3, az a koronavírus fertőzésben az eddigi tapasztalataink szerint 2 és 3 között van. Uh-huh. Ez hétköznapi nyelven azt jelenti, hogyha itt van egy influenzavírus fertőzött, az általában, ez most érdekes, hogy tört emberszámot mondok, de 1,3 embert fertőz meg. Uh-huh. Tehát kell több ember ahhoz, hogy a fertőzést átadja a statisztikai adatok szerint. A koronavírus viszont 3 embert is, egy fertőzött, akár 3 embert is megfertőzhet. Tehát így kell ezt érteni. Ezt így kell érteni, ez a fertőző képessége. A halált okozó képességére, illetve a halálozási statisztikákra is látunk, és minden nap követjük, mi is tanuljuk az adatokat. Különböző területeken érdekes módon, és ezt is fontos megfigyelni, hogy miért történnek is analízisek ez irányban, hogy különböző területeken különböző számú, arányú betegek halnak meg. És ez általában úgy indultunk, hogy 1 és 2% között a fertőzöttek 1-2%-a hal meg sajnos a végén, most olyan 3% körüli a világ átlag, de például Olaszországban sajnos közelíti a 6%-ot. Ennek sok oka van. Ha lesz rá időnk, akkor erről is szívesen beszélek. Minden esetre a fő tünetek, amikre figyelnünk kell, 3 fő tünete ismert: a láz, a nagyfokú fáradékonyság és a köhögés. Először száraz, és aztán jellemzően, tipikus esetben hurutossá válik. Ezen kívül vannak még apró tünetek, amik szintén előfordulhatnak: torokfájás, kevésbé jellemző, hasi fájdalma, kevésbé jellemző. A fő tünetek az első 3, amit mondtam. Tehát az esetek nagy része tünet, akár ilyen enyhe tünetekkel átvészel és meggyógyul. Ez a 80%, amit említettünk nagyjából. Igen, a 20% viszont súlyos szövődménnyel járhat, és a szövődmények egy része sajnos halálesettel. Kik azok, akik magasabb kockázatúak? Ez érdekes, mert változott az első adatokhoz képest. Ahogyan mondtam, mi is tanuljuk és követjük a vírus tulajdonságait, a járvány tulajdonságait, mert az nem ugyanaz. Uh-huh. Az 50 és 60 év közöttiek, illetve az attól magasabb korú emberek emelt kockázat.
a krónikus betegséggel bírók, a szívérendszeri betegséggel, cukorbetegséggel, daganatos betegséggel bíró emberek emelt kockázatúak. Akik voltak, bocsánat, hogy igen. Néznek olyanok is minket, akik mondjuk voltak daganatos betegek, vagy az 5 éven belül vannak, amiről megy a vita, hogy számít az 5 év, nem számít, igen. Ők is ebben benne vannak a nagy igazából kockázatban? Igazából, aki már gyógyultnak minősít a gondozó, orvosa, már gyógyulnak minősíti, ott a kockázat megszűnik. Inkább a jelenleg kezelésen alatt álló daganatos betegek számítanak ennek. Akiknél mind a két feltétel teljesül, idősebb korú, emelt korú, és sajnos krónikus betegséggel küzd, ott pedig sokszorozódik a kockázat. Vagy magasabb kockázatú csoport, amikről már picit említetted is, a jelenleg immunszuprimált betegek, úgy tudjuk ezt összefoglalóan mondani, akinek az immunrendszere szándékosan, művi módon el van gyengítve, nyilván céllal, ezek a kemoterápiával kezelt daganatos betegek, illetve a szteroidot szedő betegek, ők is jó nagy csoport. Hogy az, és kik, akik viszont, hogy néhány félreértést tisztázunk, nem magasabb kockázatúak, azok a várandós anyukák, nagyon sok kérdés érkezik hozzám. Tényleg, ez egy jó kérdés, ők nem? Ők nem, uh-huh. És a gyermekek sem, a kicsi korúak, a 10 éve alatti gyermekek, egészséges gyermekek. Uh-huh. Az okát keresik, és vannak is már ötletek, de még egészen biztosan nem tudnak. Persze. A kutató elemző orvosok sem mondani erről, hogy ők miért nem. Minden esetre azért ez egy szerencsés jó dolog. Persze. Hogy mit lehet tenni a magasabb kockázatú esetekben, az egyértelmű alapszabályok, amik most már a csapból is folynak, és mégis úgy látom, hogy van, még mindig van helye annak, hogy elmondjuk, hogy a magasabb kockázatú csoportok maradjanak otthon. Senkivel ne érintkezzenek, minimalizálják a közösségi megjelenésüket, szellőztessenek gyakran a szobában, ezzel csökkentve az esetleg szobába bekerülő vírusszámot, kerüljék a sok ember által érintett felületet. Hát, ha mégis elmennek boltba, felhívom a figyelmet itt a bevásárlókocsiknak a fogantyújára, a lift gombokra, ezt akartam kérdezni, tehát megérintük, amit azon is ott lehet ez? Ott lehet, aha. Igen, és hogyha az előttünk lévő vásárló éppen akkor fogta meg, és a kezébe köhögött, és ő már vírushordozó, akkor esetleg ott a mi kezünkre is rákerülhet. Ezért én tanácsolom, sok vita folyt az elején, hogy ki viseljen maszkot, és ki viseljen kesztyűt. Én nekem most az a tanácsom, hogy aki kimegy közösségi területre, ahol a tárgyakat mások is megfogják, és ahol egy légtérben vagyunk másokkal, ott most már van értelme megelőzés céljából is a kesztyű és a maszk viselésének. Csak egy apró, magaddal, igen. Amiatt szeretném csak megmutatni egy-egy apró momentumot, hogy aki, igen, maszkot fölveszi, az a kérésem, hogy ne csak a szájára, hanem az orrára is érjen a maszk, és akkor vegye le, ugyanúgy, mint a kesztyűt, amikor már a saját légterébe, az otthonába beér, és amikor már ott csak olyan dolgokat fogdos, amit mások nem. Tehát amikor a saját tárgyaink, saját otthonunk környezetébe kerül. Egy apró dolgot szeretnék megmutatni a kesztyű levételéről. Egy nagyon jó dolog a kesztyű, de sokan mondják, hogy most nem lehet kapni kesztyűt, semmi baj. Úgy is lehet, hogy előveszünk egy papír zsebkendőt, és egy zsebkendővel fogjuk meg a bevásárló kosárnak a fogantyúját. Az is egy réteg. De ha mégis kesztyűt viselünk, akkor, amikor bevásárolunk, hazamegyünk, és mielőtt a mi csapunkat, a mi belső kilincseinket, szíkünket, tárgyainkat megfogjuk, vegyük le a kesztyűt, hiszen mindig arra kell gondolnunk, hogy lehetséges, hogy van rajta vírus, van rajta csepp, igen, fertőzés, ami minthogy csepp, nedves közeg kell a vírus terjedéséhez. Az a kérésem, hogy a kesztyűt úgy vegyük le, hogy mindig gondoljunk rá, hogy itt van a környezetén a vírus. Az első kesztyűt úgy, hogy megfogjuk kívülről, és így húzzuk le, kifordítva. Igen. A másikat pedig, hogy belőle, ahol vélhetően tiszta, csak a mi bőrünk van, belőle nyúljunk, és úgy húzzuk le, és dobjuk ki a kukába. Ez csak egy apróság, de ennek is lehet jelentősége. Fontos, és a kesztyűt dobjuk ki, és utána mossunk kezet, és kenjük be a kezünket fertőtlenítővel. Ez a lehető legjobb védelem. Kézmosásnál szeretném kérdezni, itt is van rengeteg információ, ami ugye a napvilágot látott, hogy valaki azt mondja, elég a meleg szappanos íz, valaki azt mondja, hogy nem elég. Te mit mondasz? A legnagyobb hatása az a mechanikus kézmosásnak van. Míg egy kis plusz százalék ott jelent a biztonságban, ha még fertőtlenítőszert is teszünk a kezünkre, de a majdnem az összes vírus le lehet mosni, egyszerűen mechanikus kézmosással. Azért kérdeztem ezt, mert én is használok, meg nyilván sokan használnak, elképesztő módon kikezdi az embernek a bőrét, tehát vérzik, kisebesedik, kiszárítja,
nem, te nem biztos, hogy annyira kell ezt ezeket folyamatosan használni. Akkor fontos, Zoli. Akkor fontos, amikor kívülről, ahol vélhetően fertőzöttünk, hazaérkezünk, és hogy az otthonunkba ne kerüljön be, akkor fontos lemosni a kezünkről. És hát az egyáltalán nem ellenjavalt, hogy bekenjük zsírozókrémekkel a kezünket, hogy igen, visszapótoljuk. Igen. És az nem ütközik egyáltalán, lehet mellette használni készfertőtlenítőt. Ugye erről elkezdtünk beszélgetni, most jutott eszembe egy kérdés, meg mondtam ismerősöknek, barátoknak, hogy most egy doktornővel fogok beszélgetni, és például egyik ismerős lelkemre kötött, hogy kérdezzem meg mindenképpen, meg is teszem akkor most, hogy ha hazaérünk, a cipőt vegyük le mindenképpen az ajtó alatt, vagy az előtérbe, és a ruhák, például mit csináljunk? Tehát leülhetünk nyugodtan az ágyra, vagy azért nem ajánlatos, inkább akkor azt tegyük el valahol, és vegyünk fel egy otthoni ruhát, mit javaslasz? Az egy nagyon-nagyon jó dolog lenne, ha mindenki levetné a ruháját, és ki is mosná, és otthonira vált. Az is növeli a biztonságot, de a tapasztalatok szerint ott csak egy picike százalékban nő a biztonság. Ez nem annyira fontos közel sem, mint a kézmosás, hiszen a ruhánkon nem olyan sokáig életképes a vírus, és vélhetően a kezünkön, ahol a csepp, a nedvesség rákerülhet, bekerülhet a légutunkba, a szánkba, a szemünkbe, az orrunkba, és persze nem érinteni a szánkat, kezünket, orrunkat, észrevétlenül sem, új szokásokat kell kialakítanunk, és tudatosan figyelni a viselkedésünkre, a mozdulatainkra, az egész cselekedetünkre, az életmódunkra. Van még egy fontos dolog, ha van rá lehetőség. Igen. Szeretnék elmagyarázni egy folyamatot, hogy ez egy új vírus. Szeretném, ha mindannyian nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy minden országnak van lehetősége arra, hogy megváltoztassa a járványnak a lefolyását. Uh-huh. Ez egy nagyon súlyos mondat, ugyanis ezzel azt mondtam, hogy az, hogy Magyarországon mennyi áldozat lesz, és hogyan fog ez lezajlani, az az egyének viselkedésétől függ. Uh-huh. Ugyanis ez egy nagyon fertőzőképes vírus, ahogyan már beszéltük is, és amikor elkapod ezt a vírust, beszéljünk rólad, mert így emberszerű és érthető, persze, elkapod egy vírust, általában 5-6 nap eltelik, mire te rájössz, hogy te beteg vagy. Uh-huh. Ez a kritikus szakasz, ez az 5-6 nap, ez a láthatatlan fertőzésnek és az akkor időszaka, a fertőzés tovább. Amikor uh-huh. továbbadod másik embernek, amikor nem tudod még magadról, hogy beteg vagy, ezért óhatatlanul úgy viselkedsz, mintha minden rendben lenne, és sajnos ez a kritikus időszak vészhelyzetet okozhat a kórházi ellátásban. Persze. Elmondom, hogy milyen úton. Az fontos mindenkinek érteni, hogy a kórházaknak van egy kapacitása. A súlyos betegek ellátására való intenzív osztály, illetve infektológiai osztálynak a kapacitása is meghatározott. Az egy adott tény, hogy hány beteg ellátására alkalmas ma Magyarországon, illetve hogy maga a kórház milyen ágyszám lehetőséggel bír. Hogyha ez a nem járványos időszakban úgy működik, hogy a bizonyos osztályok, egy-egy fekvőbeteg osztály, a fülörgégészet, a belgyógyászat, a sebészet működik azzal az ágyszámmal, és olajozottan ellátja a kórházi ellátásra szüksége szoruló betegeket. Abban az esetben, hogyha mi nem vigyázunk arra, hogy nem figyelünk arra, nem gondolunk arra, hogy esetleg már fertőzött vagyok, és továbbadhatom a pár embernek a vírusfertőzést, akkor ezzel a sokszorozódással, mint egy legyezőszerűen megnövekszik az esetszám, és a hirtelen megemelkedett esetszámban arányosan hirtelen több súlyos és kórházi kezelést igénylő beteg is lesz. És az egyébként normálisan és egyéb súlyos betegeket ellátó intenzív képesség kapacitása a kórháznak, ami a súlyos betegek ellátására való, a hirtelen megemelkedett esetszám miatt egyszer csak betelik. Uh-huh. És lesznek olyan súlyos betegek, lesznek olyan súlyos vírusfertőzött emberek, akiknek nem jut intenzív kórházi ellátás, egyszerűen mert kapacitás betelt a lehetőség, persze, és lesznek nem vírusfertőzöttek is, akik azért fognak meghalni, mert az egészségügy kapacitása megtelt, és ilyenkor prioritás és van. Ez reális veszély, tehát ezt mondjuk ez egy realitás, tehát nem egy futurisztikus katasztrófa filmből idézünk, és én abszolút abban hiszek, hogy egyszerűen őszintének kell lenni, uh-huh, és fel kell készülni, és most, amikor most tudunk cselekedni, most kell mindent megtenni azért, hogy ne alakuljon ki az egészségügyben vészhelyzet, mert a jövőnk ezeken az egyes embereken, rajtad, rajtam, a szomszédunkon, a családtagunkon, rajtunk fog múlni. Tehát a maradj otthon az mindenképpen fontos. Abszolút. Igen. Ugyanis, hogyha
a megemelkedett esetszám, és ezért nagyon sok súlyos beteg miatt több ember fog meghalni, és amikor, és ezt nem ijeszgetésképpen mondom, hanem az okos gondolkodás érdekében mondom, hogy amikor már ismerőseink fognak meghalni azért, mert az egészségügy ellátórendszere betelt, akkor jön el az a vészhelyzet, mint ami történt Dél-Koreában, Iránban, ami történik most Olaszországban. És én szeretném, és nagyon hiszem, hogy mi okosabbak leszünk, és nagyobb elővigyázatossággal, nagyobb egyéni felelősséggel ezt meg tudjuk előzni. Ugyanis, ha azt látni kell, és semmi értelme nincs félrebeszélni, látni kell, hogy mindenképpen lesznek fertőzöttek, mindenképpen lesznek súlyos betegek, lesznek halálesetek, de ha azzal, hogy fertőzöttnek tekintem magam, és aszerint viselkedek, és csak a legszükségesebb, életfontos utakon közlekedek, és senkivel a környezetemben nem érek hozzá a bőrömhöz, nem köhögök rá, és az első tünet esetén gyorsan korrektül járok el, és telefonálok a házi orvosomnak, hogy azonnal a megfelelő viselkedésemet vegyem fel, és úgy járjak el, ahogyan kell, akkor ezen lassítani tudunk, úgy is lesznek esetek, úgy is lesznek súlyos betegek, de sokkal kevesebb, és közben az egészségügy egyszerre kevesebb, és az egészségügy ellátórendszere, a kórházi kapacitás, az fogja bírni az embereket, és fölöslegesen nem fognak meghalni emberek. És ez látni kell az emberek, az egyének felelősségét. Úgyhogy én arra, azért erre kérek mindenkit, hogy szépen, okosan, és nagy-nagy felelősségtudattal, ilyen szemlélettel viselkedjen most a járvány alatt. Nagyon gyorsan megy a műsoridő, körülbelül 4,5 percünk maradt a műsorból, összesen lenne még két kérdésem. Hogyha valaki tényleg engedelmeskedik, jó fiú, jó lány lesz, otthon marad, és tényleg tudatos emberként viselkedik, otthon kell-e valami higién és szabályokat bevezetni, akik ugye otthon vannak, ki sem teszik a lábukat? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy megjelentek a hiénák, ugye rátelepedve a koronavírus pánikra. Kérdeznélek a különböző gyógyhatású készítményekről, vitaminokról, még több C-vitamin, még több D-vitamin kell, nem kell, mit javasolsz? Minden nap több megkeresés, több telefon érkezik hozzám, hogy mit tartsunk otthon, mi legyen otthon. Nagyon-nagyon jó kérdés. Annak megfelelően, amit elmondtam, hogy mik a fő tünetek, amit otthon kell, hogy tartsunk, hogyha jön az első tünet, és észlelem magamon a láz, a köhögés, a nagyfokú fáradékonyság. Láz, lázcsillapító, erről mindjárt mondok valamit, köhögés csillapító, illetve köhögés segítő köptetőszerek. Ezek mind-mind víny nélkül kapható szerek. Semmi egyéb, esetleg még a C-vitamin pótlás, napi 500 mg C-vitamin az én tanácsom. A lázcsillapítással kapcsolatban nagyon sok kérdés adódik fel, a szakmában is nagyon nyüzsgés most. Nekem az nem állok le most konkrét készítményeket ajánlani, az a tanácsom, csak annyit mondok üzenetként, hogy nem mindegy, hogy milyen lázcsillapítót vesznek be, mindenki keresse a házi orvosát, mint általában is az szokott lenni az én tanácsom a helyes hozzáállása, hogy mindenki beszéljen, konzultáljon a házi orvosával, hogy adott esetben milyen gyógyszert vegyen be. Tehát ezek fontosak. És még egy kérdés, hogy amit kérdeztem, hogy akik otthon vannak, és mondjuk az önkéntes karantént választották. Ugye a műsor felvételen idejében még nincs elrendelve, hogy ezt mondhatjuk tényleg kötelező lakhely elhagyási tilalom, de hogyha esetleg lesz, akkor ott mire érdemes figyelnünk, hogyha többen össze vagyunk zárva? A külön tárgyhasználatot, evőeszközök, poharak legyenek kinevezve másik helyre téve, az nagyon okos dolog, hiszen az a szánkkal érintkezik. Aki kívülről megy haza, annak arra érvényes, amiket megbeszéltünk, hogy azonnal kézmosás, a használt eszközöknek a letétele, úgyhogy ez a zsilip legyen meg, hogyha valaki kívülről érkezik haza, az azon a zsilipen essen át, ez a képzeletbeli zsilip, hogy kézmosás. És amikor megmostjuk a kezünket, akkor utána az arcunkat is mossuk meg, azon is lehet csepp, amit más ember kiköhögött a levegőbe. De amikor otthon tartózkodunk, akkor külön eszközöket, külön tisztálkodószereket használjunk, és hát most a puszik, ölelések majd a járvány után bepótoljuk. Mindenképpen be kell, hogy pótoljuk, hiszen tényleg az embernek ez egy nem kimondott, de egyszerűen tudatalat, nagyon nagy feszültség, hogy nem tud puszit adni, nem tudja megölni. A pszichés terhelés ennek az egész járványnak, a mentális terhe nagyon nagy, és valahogy okosan, tudatosan, nagy szeretettel, nagy felelősséggel kell ezen túl lennünk. Így van, ez nagyon szép végszó volt, és még rengeteget tudnánk erről beszélni, szerintem majd valamikor folytatjuk. Évi, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Köszönöm szépen önöknek is, hogy itt voltak velünk, és tartsanak velünk legközelebb is itt a Fehérvár Televízióban, és ne felejtsék ezeket a jó tanácsokat is betartani.